Szép estét, kedves nézők, hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit a képernyők előtt, Szeles János vagyok, és tartsanak velünk, mert egy nagyon kedves visszatérő vendégünk, Molnárné Pető Beát, a Városi Könyvtárok vezetője a vendégünk, vendégem, köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat. Ahogy nézegettem a könyvtárnak a programjait, jó besűrűsödött most így a tavasz elejére, közepére. Igen, így van, és ennek nagyon örülünk, hogy minél több programmal tudunk kedveskedni a látogatóinknak. Akkor felsorolnám, vagy elkezdeném. Igen, hoztál magaddal a muníciót rendesen. Sokan tudják már, hogy ez a hét, a március 23-tól 30-áig az Internet Fiesta országos könyvtári programsorozat zajlik. Ennek az a lényege, hogy az internetet népszerűsítsük, és megismertessük a látogatóinkat azzal, hogy mi mindenre használható az internet, milyen információkat, hogyan szerezhetünk meg, amelyek életünket jobbá, szebbé teszik. Ennek érdekében elindítottunk egy kvízjátékot a Vízvilágnapjához kapcsolódóan, amelyet március 31-ig tudnak kitölteni a látogatóink, akik ellátogatnak a Facebook oldalunkra, vagy a honlapunkra, onnan tudják elérni ezt a játékot. Ezek most természetesen fogva a dolognak, nagyon népszerűek ezek a online vízjátékok. Igen, ezt veszik észre, mi is egyre többen töltik ki a játékainkat. Egyre többen jelentkeznek rá, és nem csak Szarvasról, hanem szerint, más részeire is eljut a hírünk ezáltal. Szintén az Internet Fiesztához, valamint a Színházi Világnaphoz kapcsolódva, tegnap volt egy filmvetítésünk, Ady Endre életéről szólt, Elfogyni az ölelésben, Ady Endre szerelmei címmel. Ez egy olyan programnak köszönhető, amit a Madách Színház indított útjára. Az a címe, hogy Madách színpadon. Ők filmeket, játékfilmeket készítenek magyar írók, költők életéről. Nagyon jó teszik. És ezt kulturális intézményeknek, oktatási intézményeknek ingyen bocsátják a levetítésre. Sokan néztek? Hát többen is lehettünk volna, nem voltunk túl sokan, de én ezt az időre fogom, mert nagyon igen, volt, nagyon, bolond nagyon idő rossz idő volt. Most a felvételünk idején is igen. Elég szeles idő van. De már megbeszéltük, hogy a következő Karinthy Frigyes életéről fog szólni, egy ilyen filmet is ajánlottak számunkra, és ezt majd valamikor májusban szerintem. Na, azt akkor majd. Levetítjük, akkor már talán jobb idő lesz. Ráhangoljuk a népeket, hogy jöjjenek. Nagyon jó kezdeményezés tényleg, hogy irodalmi klasszikusaink volt. Igen, és a Madách Színház színészei játszanak. Ezt a Ady Endre életének a forgatókönyvét Nyári Krisztián írta például. Hát, ő egy márka. És nagyon, nagyon érdekes volt. Időtartalma mekkora? Hát majdnem másfél órás volt. De kizárólag csak a levelezéseket, verseket dolgozták föl, tehát a privát abszolút irodalmi jellegű volt. Nagyon jó. Folytattuk az Internet Fiesztát a mai napon, amikor is a szlovák általános iskolások jöttek el hozzánk. A városfoglaló túránkat vettük elő a részükre, azt kérték tőlünk a tanárok, hogy a Szarvasvárosban a rendszerváltás idejét dolgozzuk föl. Igen. Úgy, ahogy az a gyerekeknek esetleg érdekes lehet. Nagyszerű. Egy közel másfél órás túrára indultunk el velük. Tabletek segítségével felkerestük azokat a helyszíneket, ahol valamilyen esemény történt. És igen, hogy igen, a verseny is benne legyen, ők is csapatokra oszlottak, és egymás ellen kvízkérdések formájában tudtak játszani. Igen, igen. Közben, bocsánat, azért mosolygok, meg bujkál bennem a kis ördög, mert egy nagyon tanulságos riportot láttam véletlenül, és aztán örültem is vasárnap este az egyik tévécsatornán, ahol én nem tudom, milyen szakértők biztos volt, pszichológus, meg szociológus, meg riporterek,
Nem győzködték, csak elmondták tényszerűen, hogy a mai világban, főleg ugye az okostelefon használatból indultak ki, de hogy micsoda függőségeket okoz az internet használat, és odáig jutottak, hogy igen, nagyon sok egyedül élő ember, meg nem egyedül élő ember, gyerek felnőtt esetében is, ez legalább olyan szenvedélybetegségé válhat, mint a kábítószer fogyasztása. Igen, és mi pont... De hozzáteszem azért laikusként is, ha egyoldalú ugye az információ felszínvása. Mi pont azért próbáljuk ezt a gyerekeknek, hogy lássák, hogy másra is lehet használni az pontosan, internetet. Pontosan, így van, így van. És én úgy láttam, hogy nagyon élvezik a játékot. Igen. Igaz, hogy az időjárás nem volt túl jó. Igen. De tetszett a gyerekeknek. Nagyszerű. Hány pontot látogattatok meg így? Hat helyszín. Igen. Nagyon jó. Az Internet Fiesta záró rendezvényére holnap kerül sor, március 29-én szerdán 10 órától, amikor is Balázs Anita lesz a vendégünk, ő egy meseíró hölgy. Igen, méghozzá nem is akármilyen meseíró, nagy szalontánél. Igen, és távoli vagy leszármazója Arany Jánosnak, vagy lehet, hogy nem is olyan nagyon távoli. Ez már az én fantáziámot, amikor elolvastam a bemutatkozó levelét, megmozgatta. És legnagyobb bánatomra épp a kezdés előtt koppant itt a nyári időszámítás, ott az űrzavar közepette, hogy egy más jellegű program miatt nem tudok részleni. Végtelen sajnálom, mert már jeleztem neki, hogy föltétlen ott leszek. És még kett csinálónak a nézők kedvéért elmondom, amit én megtudtam, hogy nagyjából, hogy több lapnál is dolgozik, meg dolgozott, talán most egy magán folyóiratot szerkesz, hogy valami hasonló. Igen. Beugrott a Bihari Napló, az biztos szerepel a Nacionáliában, és most ő egy új típusú meseírással foglalkozik. Igen, gyerekkönyvvel jelentkezett, hiszen neki is van kisgyermeke. Igen, igen. És az a címe a könyvének, hogy Meseköntösben a 21. század. Ez már önmagában az a cím megragadja az ember. Mint ahogy beszéltünk is róla, hogy az internet milyen függőséget okozhat. Többek között erről is ír a meséiben, a Facebook függőségről, esetleg a szerencsejáték függőség megjelenik a mesében, vagy éppen a globális felmelegedés, mint napjaink problémája. Úgyhogy erre elsősorban iskolás gyerkőcöket várunk. Igen. És fiatal korához képest nem is akármilyen szónok, mert láttam róla egy felvétel, de nem tudom neki megköszönni, hogy elköszönteni sajnos személyesen, majd csak, bocsánat, csak az interneten fogom. Ő volt az egyik vezéregyénisége a mostani nagyszalontai március 15-ének. Lehet, hogy máskor is, de most. Nagyon szép volt. Ott mindig, tehát nagyszalont az egy különleges hely, nem csak azért, mert a családi szállak mentén ez a szívem csücske, de hála az ének, nagyszalontán még a maradék magyarok vannak többségben, és ápolnak mindenféle kapcsolatot, és nagyon jó kapcsolatot ápolnak a nagyszalontán kisebbségben lévő románsággal is, tehát abszolút egy példás az együttműködés. Nem beszélve arról, hogy Csaba testvérnek, Bőjte Csabának szalontán is van. Igen. Otthona, és ha már meséről beszélünk, akkor óhatatlan Harencsár Laci barátom. Jött eszembe, aki szinte ott marasztaltak egy alkalommal a gyerekeket, könyörögtek neki, hogy ott még maradjon és meséljen tovább. Na de akkor még mit tudunk a hónapi programról kett csinálónak? Kozák Olsója fog beszélgetni Anitával. Igen. Én úgy gondolom, hogy inkább a meseolvasáson lesz a főszerep. Igen. Mivel a gyerekeket hívtunk erre a rendezvényre. Igen, igen, igen. És a könyvét pedig meg is lehet vásárolni a helyszínen. Nagyszerű. Hát majd bízunk benne, hogy majd eljut a
könyves multiforgalomba is. Meg lehet vásárolni könyvesboltban is, mi már korábban megvettük. Jaj, de jó. Még mielőtt itt jelent... vettétek helyben? Hogy vidéken? Nem. Semmi. Rendeltük. Internet. Igen. Na, majd provokálni fogom a helyi könyvesboltos társaságot. De lehet, hogy már itt is van meg. Azóta igen. Mert ez tényleg nagyon-nagyon hasznos, meg az, hogy gyakorló szülőknek, pedagógusoknak, és a gyerekeknek, mert imádják a modern meséket. A gyerekek. Na, akkor én most hát ezzel nem tudom magam kimenteni, de azt hiszem minden jó szépet elmondtam láthatlanban Balázs Anit a munkásságára. Szóval akkor menjünk tovább. Hát elérkezünk az áprilishez. Április 4-én kedden olvasókörrel kezdünk, ez minden hónap első kedjén szokott lenni a könyvtárban. Ez egy kötetlen beszélgetés inkább. Akik járnak, azok egy novellát vagy egy verset dolgoznak föl, és gyerekek? Nem, felnőttek. Felnőttek? Szóval délután 5 órakor szokott kezdődni. Aha. És mióta működik ez a hallósok? Hát 2 éve már biztosan. Hát 2 éve? Igen. Na hát ez azért is dicséretes, mert itt a szomszéd vármegye, Mezőtúr nevű kedves kis városában a Túri Olvasókör az hosszú-hosszú évtizedek óta működik, nagyon-nagyon komoly programokkal, ők is szoktak olykor novellákról vagy könyvekről beszélgetni, de ők már évekkel ezelőtt eljutottak a saját szervezésű, rendezésű túrák, meg rendezvények szervezéséhez, de hát a könyvek állnak náluk is a fókuszban. És akkor dicséretünkre lányom mondva, hogy nagyon hazafias lelkületű társaság. Tehát csak olyan helyre szoktak kirándulni, ahol magyar relikviák tekinthetőknek. Értem. Hát a mi olvasókörünk tagjai inkább csak itt a környéken kirándulnak. Ez is szőlőben. Hát ez semmi gond. Hát van itt nézni, például duzzasztóhoz kibicikliztek. Az igen. Hányan látogatják ezt a kört? Hát pontos számot nem tudok mondani, nagyjából. De egy-egy alkalommal olyan 10-15 maximum. Tökéletes. Már a nézőkedvéért teszem hozzá, hogy ez azért jó, mert akkor el tudom képzelni, hogy ezek a baráti beszélgetések adott témáról, legyen az verses kötet, novellás kötet, vagy egy történet önmagában nagyon belsőségesek. Így van, és tehát egy-egy novella megbeszélések közben óhatatlanul előjönnek a saját történetek, és hogy akkor azokat hát az a legjobb. Megbeszélik. Úgyhogy egy kicsit olyan terápiás beszélgetés is. Természetesen. És akkor inkább idősebbek, vagy? Inkább idősebbek, jönnek, bár van 30 alatti tagja is. 30 év alatti tagja szóval is. Szóval jó. Igen. Ez lesz tehát 4-én. Ez 4-én. Az milyen napra esik? Kedd. Azt tehát minden hónap első kedjén van az olvasókörünk. Hogyha valaki szeretne csatlakozni nyugodtan, ha egy e-mailt ír nekünk, az is nagyon jó lesz. Ki vezeti ezt az olvasókörünk? Harencserné Marika. Miska Marika. Na majd bekerítjük őt egy külön meserejék, hogy regélj el az a történetét. Akkor menjünk tovább. És hát elérkeztünk az április fő rendezvényéhez, amely minden évben kiemelt rendezvény nálunk. Április 11-e a költészet napja. Ja igen, most a húsvéti nyúlbetörését átugorjuk gondolatban, igen. És mivel április 11-e még iskolai szünet, ezért most április 12-re. Igen, sejtettem így, mielőtt nem egyeztettük a témánkat, amikor elolvastam a Turinformnak a kiváló szerkesztésű összeállításában hetekkel ezelőtt, hogy nálatok ez most 12, akkor úgy sejtettem tényleg, hogy akkor ez azért, hogy az iskolások is részt tudjanak rajta venni mindenképpen. Hát ez most rendhagyó, hogy de összkomfortos lett a múzeum, hogy össze vagytok. Igen, a múzeumban tartjuk meg természetesen ezt a rendezvényünket is. Fenn az emeleten? Fenn az emeleti díszteremben lesz. És hát még várjuk a jelentkezőket. Nagyon sok hely foglalt már. Az jó.
gondolom hagyományosan 10-kor kezdődik. 10 órakor van megnyitunk, igen. Aztán iskolások jönnek a Benkából, Főtériből és a Szlovák iskolából. 10 óra 40-től van 11 óráig helyünk még. Igen. Aztán déltől ott egy kicsit nagyobb szünet van, egészen 3-ig még arra az időpontra bátran jelentkezhetnek. Civil Igen. szervezetek, baráti társaságok, vagy akár egyénileg is lehet Igen. jelentkezni. Amit kiemelnék, az a 16 órai kezdettel a Cervinus Teátrum művészei. Ja, most 16 órakor lesz, igen. Jönnek hozzánk Boronyák Gergely és Timkó János Petőfi előadást fog nekünk igen. prezentálni, illetve előtte a drámatagozatosok fognak egy kis igen, előadást. Igen, tényleg, amikor Dósa Zsuzsa itt járt legutóbb említette, hogy ez külön kis meglepi igen. anyag, nagyszerű. Az együttműködés. Hát Dukál is a Petőfi ellen, vagy emlékév alkalmából, annak tiszteletére. Ha már Petőfi emlékév, akkor kicsit önkényesen átveszem a szót. Nagyon sok szép, megzenésített Petőfi verssel találkozhatnak a kedves nézők, rádióhallgatók, színházba járók, ezerféle vonalon, és akkor most nagyon önkényesen kiragadom az egyik legcsodálatosabb gyöngyszemét a Petőfi emlékév termésének, a Csobogó Együttes előadásában megtekinthető a YouTube-on, kedves dalénekes, költő, zeneszerző barátom Baboti Varga Jenő és csapata előadásában a Falu végén kurta kocsma című klip, ami káprázatos, amikor én ezt a klipet megnéztem, akkor az jutott eszembe, hogy na valami ilyen feelinggel kellett volna megrendezni a Helység Kalapácsán a filmet. Ez annyira, és ez is modern, tehát nem valami archaikus környezetben, de nagyon-nagyon hangulatos, de ez most csak azért jutott eszembe a Petőfi emlékévről, mert lesz egy óriási jótékonysági koncert a Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én az Old Templomban 17 órakor, és a Csobogó hozza a leggyönyörűbb Petőfi versét. Köszönjük szépen előre. És a jótékonyság fő csapás iránya a Beregszászi Magyar Színház támogatása lesz, úgyhogy ezt minden alkalommal, amikor felvetődik Petőfi, vagy valami apropóból el fogom mondani, hogy mindenki súlykolja a naptárába kétszeresen, tízszeresen, százszorosan, hogy ez egy olyan önmagában a Csobogó egy nagyon-nagyon értékelő, hát most buta szót használok, hogy irodalmi zenekar, mert a zenekar, de azt az értéket, amit ők teremtenek, azt nagyon-nagyon lazan hasonlatképpen mondjuk csak a Kalák a fénykorához tudnám hasonlítani, még hasonló nagyságrendű csapatokhoz. Jó, menjünk tovább, akkor tehát ott tartottunk, hogy bocsánat a kitekintésre, tehát 16 órakor kezd a 12-én a Cervinus Teátrum, vagy fél órás, egy órás? Fél órás lesz ez a két kiváló színművész Petőfi összeállítása, és mivel zártok? Kolozsvárról fognak érkezni diákok Szarvasra, Erasmus pályázat keretében, és hát a vezetőjük, akik Magyarországon majd őket is tápolja, megkértük őt, hogy készüljenek föl arra, hogy a versmaratonunkon részt vesznek, egy-egy versre készülni. És szavarni fognak a kolozsvári magyar gyerekek. Hát ez önmagában egy szívet, lelket melengető dolog. Igen, reméljük, hogy zárszónak jobb nem is lehetne. Igen. A versmaratonhoz fog kapcsolódni a következő zenei klubunk is. Igen. Április 19-én. A klub vezetője Márton Rezső magán a versmaraton is részt fog venni. Azt mondta, hogy akár még saját verseit is előadja. Az igen. Ő 20 percet kért tőlünk, negyed óráját. Egy kicsit nem semmi. Több időt. És a 19. Dórémin pedig azt ígérte, hogy a
zene mellé elhozza a dalszövegek fordítását is. Az igen. Hogy így kapcsolódjon a költészet napjához. De azt még nem tudjuk, hogy milyen zenét hoz, hogy tudjuk. Hát még az pontosan nem. Vagy mindenképpen lehet, hogy mégis csak tervezi. Tehát a beat zene és a progresszív rock zene. De hozza a vonala, igen. Dalok fordítását. Nagyon-nagyon. Azt tudom, hogy ezt említette. Igen. Meg a chatrotált is. Igen, most értem. Többet nem tudok felidézni. Semmi gond. De a plakátokon mindenképpen igen, rajta igen, lesz. Igen, hogy a versrajongó kedvéért meg jegyzem, hogy a Békés Csabai Jókai Színház hűségesen tartja a 24 órás versfolyamot, tehát az idei költészet napja alkalmából majd a megyei sajtóban, akkor a Színház honlapján elolvashatják, hogy gondolom láthatatlanban, hogy a Jókai Szalon változatlanul 24 órás versfolyamnak, versmaratonnak a helyszíne. Tehát akkor április 19-én. Akkor a Dóré még jutottunk, az ugye az 19-en, igen? És 21-én áprilisban folytatjuk az úton sorozatunkat. Már nagyon sokan kérdezték, hogy igen, lesz hát a azt imádják következő az alkalom. Nagyon szeretik. Talán most nem is volt olyan része ennek a sorozatnak, hogy ne kitörő közönség siker. Nem emlékszem én se erre. Mindig teltházzal üzemelünk igen. Ilyenkor. Most Andor Annak Lára lesz a vendégünk, ő egy fiatal hölgy. Párizsi útjáról fog nekünk mesélni, úgyhogy biztos nagyon gyönyörű képeket és élményeket igen, fogunk igen, hallani igen, tőle. Igen. És amit még meg kell említenem, azok az állandó programjaink. A keddenként középiskolásoknak szintén könyvklub. Igen. A Koala könyvklubunk. Csütörtökön az pedig. Hogy zajlik a Koala? Hát ott is olvasmányélményekről beszélnek. Tehát kötetlen beszélgetésről van szó. A mai délutánra például Erika Meropauszkéni Erika tartja. Igen. A gyerekeknek most éppen kézműveskedni fognak, scrapbookot készítenek. Tökéletes. Mindig előre megbeszélik, tehát igen, nem sokan igen, vannak, igen. Kevés létszám, úgyhogy meg tudják beszélni, hogy éppen miről lesz szó, vagy éppen mit készítenek. Ők is egy bensőséges hangulatú kis csapatot alakítottak ki, ez az nagyon jó. De természetesen, hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne csatlakozni, igen, akkor, hozzájuk akkor még szabadon. Ugyanez a fel, úgy idézőjében téve, tehát a felmutalmasok vele is. Oda is ez. Igen. Volna akkor ezt így, ismételjük is meg, hogy jövő kedden hánykor találkoznak? 17 óra. 17 óra. A felnőttek, igen. A gyerekek pedig, gyerekeket, inkább kamaszok, igen. Ők pedig fél háromkor találkozni keddenként. Igen. És csütörtökön pedig délelőttönként 10 órától a Törpi könyvkutkónk az, igen. Ami nagy népszerűségnek örvend. Tehát itt az idéglenes helyen is itt is nagyon természetesen. Szeretik itt a gyerekkőző. Laci bácsinak a kiállító termeiben hát, szoktak a gyerekek. Az a lehető legjobb. Milyen éve ehhez azt hiszem. Igen. Igen. Úgyhogy az áprilisunk az így néz ki. Igen. Nagyszerű. Reméljük, hogy minél többen fognak hozzá. Hogy működik most ebben a jelenlegi felállásban a régi gyűjtemény? Használják a hát kutató? A régi gyűjteményben, ha akarna jönni valaki, természetesen szívesen fogadjuk, bár most ott vannak az irodáink. Igen, igen. Tehát igen. Ott azért most olyan zavartalanul nem gyorsan, biztos. Tehát itt sosem arról beszélünk, hogy tömegeket szeretnénk oda irányítani, nem szeretnénk, tehát egyesével, kettesével, igen. Hogyha valaki érdeklődik, vagy adott témából írja a szakdolgozatát, nyugodtan van, jöhet, akkor persze. Nyugodtan. Kicsit többen vagyunk, de azért... Hát attól nyugodtan elmélyülhet. Így van. Ez gyakorlatilag akkor azt jelenti, hogy akár bármely nap mehetnek a... Hát így most igen. Most idéglenes jelleggel. Amikor ott vagytok, akkor mehetnek aztán. Nyugodtan fel lehet jönni, igen. Igen. Akár csak arra is, hogy szétnézni egy kicsit. Pontosan. Igen. Volt igen. Már rá példa. Igen. És hát akkor a nyitvatartásunkról mondanék pár szót. Biztosan jó. Megszokták már a kedves olvasók, hogy akkor a múzeumban
fél 9-től 6 óráig vagyunk nyitva este. Ez alól kivétel a hétfői nap, amikor csak 16 óráig vagyunk, mert akkor átmegyünk a másik könyvtárba. Tehát most hát a könyvtárba, és 16-tól... Ja, akkor van a séta. Igen. 16-tól 18 óráig ott vagyunk nyitva. Igen. Kabátban. Hát igen. Most már lassan nem lesz szükség igen. Talán kabátra, de azért igen. Most visszajött. Igen, de hát azért kis kabátot mindenki magukkal. Igen. És a szerda az, ami kivétel még, akkor délután 2-kor nyitunk csak. Igen, hagyományosan, mert ugye az évek igen. Óta. És szombaton pedig 9-től 2-ig várjuk a olvasóinkat. És e-mailen, vagy az online katalógusunkon keresztül adhatják le igényeiket, hogy milyen könyvet szeretnének. Igen. Azt mi átvisszük a múzeumba, és akkor ott ki lehet kölcsönözni. Az nagyon jó, ha ezt megteszik, mert ugye itt bár rengeteg könyvet átcipeltetek ideig, de hát mégiscsak korlátozottak a lehetőségek. A csapat hogy érzi magát? Jól érzi magát. Jó hangulat. Igen. Nekedek, a kicsiknek meg tényleg az a törpi könyvkockó, az zseniális. Múzeumos kollégákkal is nagyon jól együtt tudunk működni. Igen. Van-e valami olyan említésre méltó tervezet? Na, erről ugrik be hirtelen, bocsánat, hogy nagyjából mikorra várható, hogy visszamehet a csapat? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ez minden nap. Vagy ez még a jövő zenéje, abszolút. Minden attól függ, hogy mikor fog elkezdődni a felújítás a könyvtárban. És ja, ennek tehát. Még sajnos nem látjuk az időpontját. Tehát akkor még a tervezési igen. Munka. Igen. Értem. Hát mi a pályázatból történik ezért. Természetes. Igen. De gondolom, hogy visszatérve ez a nagyon hangulatos, amit én az előbb, de jó is, ez szerintem egy sétatérnek neveztem, hogy gyakorlatilag, ahogy megenyhül az idő, akkor ez nagyon népszerű lesz, mert akkor 16 órától 1 órát? 2 órát. 2-t, hát az meg egy 16-tól. Kegyelmi állapot. 18-ig, és még kedden is nyitva vagyunk 2-től 4-ig. Igen. Akkor egy kedvenc témámnál itt maradjunk. Most örömmel vettem észre, hogy a legutóbbi néhány duplom, meg régi, meg nagyon olvasott, de még jó állapotban lévő könyvemet a kisházi kótoknak ajándékoztam. Akkor hát már sokadik alkalom volt, de ami erről eszembe jutott, hogy egy 2 hétig, vagy másfél hétig majdnem üresen állt ez a kis kalicka. És akkor itt szeretném elmondani, hogy ugye megérti az ember, hogy mindenki rajong a könyvekért, meg szereti a régi könyveket is böngészni, de hát amellett, hogy senki sem kap büntetést, azért, hogyha valaki egy jó könyvre talál, akkor azt élene valahogy úgy visszavinni, vagy csereképpen, ha nem is azonnal, de majd valamikor egy cserebere könyvet, mert ugye ezt a közönségnek arra szántátok, hogy egy cserélődjük a könyvek. Igen, hát bízunk abban, hogy azért inkább lesznek többen azok, akik vissza is hozzák, vagy mást hoznak helyette, de azért mi is mindig próbálunk odafigyelni és pótolni. Igen. Aztán azon hasonszörű megszállottakat, akik nálatok a könyvbőrzébe szoktak bóklászni, de legutóbb, amikor nagyon rég volt ez még novemberben, októberben, akkor Monitoris Pani is ott bóklászott valamint könyv után. Ezt csak azért szeretném kiemelni, hogy töménytelen jó könyvet találnak most a könyvrajongók a könyvbőrzén, nem tudom megcsatszolni, hogy hány száz van kiállítva a polcokra, de nagyon sok könyv. Hát most, hogy ott nem vagyunk nyitva, így most nem tudjuk a könyvbőrzét. Nem most, de gondolom, amikor, hogy hétfőn, ha elmennek, akkor megnézhetik. Hát megnézni meg lehet, de sajnos nem tudjuk árusítani, mert a pénztárgépünk nem ott van, hanem a múzeumban. Viszont ezt meg tudjuk csinálni, hogyha kiválasztják, átvisszük a múzeumban, és akkor odaért, ha tudnak jönni esetleg. Jó, hát akkor annyit, akkor kedvezzünk. De májusban természetesen megint tervezzük a könyvárusítást. Akkor igen, az nagyon-nagyon népszerű, mert nem tudom, hogy hány éve csináljátok, de nagyon népszerű ez a
sátrazós, könyves piknik. Vagy... Könyves piknik, igen. Igen, igen. De akkor vannak a kicsiknek játszóházak, meg egyéb foglalkozások. Sőt, egyszer Dezső Pista csillagászati... Igen, mert akkor pont részleges napfogyatkozás volt, és tényleg, akkor ezt meg akkor az tudtuk a szerencsés módon nem. Tehát mindig van valami meglepetés, tehát ez is lesz. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznak itt a beszélgetés legvégén, csak fogódzónak nagyjából a szülők meg a gyerekek kedvéért. Tábort terveztek a nyelvre? Tábort nem tervezünk most, pont amiatt, hogy bizonytalan, hogy vissza tudunk-e költözni, vagy sem. Viszont tematikus délutánokat tervezünk. Eddig havonta egy szerdán volt, igen. Most valószínűleg minden szerdára betervezünk valamilyen gyermekprogramot. Nagyon jó a fogadtságot adhat, és talán annyiból is szerencsés, hogy sok gyerek, aki járt hozzátok rendszeresen, most lehet, hogy a múzeumhoz is kedvet kap egy kicsit, hogy néha szétnézel, nem úgy megy természetesen, egy laza szerda délután, hogy akkor most sötételésig ott fog bóklászni a kiállító termekbe, de sosem lehet tudni, lehet, hogy anyjának, apjának, nagymamájának megmondja, hogy legközelebb akar. Igen. Érdemes ott szétnézni, mert van ott látni való, most meg abszolút bőségesen. Hát a mai csapat, a 8. osztályosok olyan sokan voltak, hogy két részre szedtük őket, és az egyik csapat maradt a múzeumban, aztán a másikkal mentünk sétálni, aztán cseréltünk. Igen. Így ők megnézték a múzeumot, és egy jó kis tárlatvezetést kaptak. Hát az biztos, hogy így is volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is nagyon szépen köszönöm. Akkor most csak ráerősítünk, hogy ne felejtsék el a kedves nézők, versrajongók, hogy rendhagyó módon a gyerkőszök kedvéért, mert hogy 11-én még tart a szünet, akkor csak pihizzenek egy kicsit a húsvéti fáradalmak után, és meg a felnőttek is. De a 12-én Gyula napján délelőtt 10-től, és akkor 18-ig lesz nálatok a versmaraton, és várjátok még a jelentkezőket. Természetesen. Igen. Akkor itt a legvégére slusszpoénnak, hogy változatlanul milyen telefonszámon jelentkezhetnek meg? Vagy interneten? Inkább e-mailen vágyok. Ja, vagy e-mailben, jó. Jelentkezéseket a könyvtár@szarvasnet.hu e-mail címen, és természetesen a könyvtár ékezetek nélkül. Igen. Vagy személyesen is, igen. Köszönöm még egyszer, hogy jöttél, kedves nézők, remélem, hogy önök sem unatkoztak, és akkor böngészték a könyvtár honlapját. Ha épp zanzásított változatban nézik a programokat, akkor az általam megjegyzett Turinform honlapot nézzék, és mindezt, hogyha valaki ahhoz ragaszkodik, hogy konzervatív és hagyományos módon kézben is szeretné venni mindezeket, akkor a Turinform által szerkesztett helyi programajánlat a Szarvas és Vidéken minden számának minden 5. oldalán megtalálható, ától szedték, elolvasható, hogy mi minden vár a kultúra, a könyvek, a filmek és a színház szerelmeseiről, de hát mi most nyilván a könyvekről beszélgettünk, és itt búcsúzásom közben azért folyamatosan resteltem magam, amiatt, hogy nem tudok eljutni Balázs Anita találkozójára holnap. Ne felejtsék el, hogy egy rendkívüli tehetségű meseíró érkezik Nagyszalontáról, egyenesági rokon Arany Jánosnak, és a gyerekeknek fog a saját meséjéből gondolom, hogy idézni mesélni, szóval a könyvéről beszélgetünk Kozák Orsival. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép esti órákat, nyugodalmas jó pihenést, és szokják akkor a nyári időszámítást, hogy apránként, majd csak belejövünk újból, aztán lehet, hogy jövőre, vagy azt követően majd elmúlik a fejünk felől, és visszaáll a régi időszámítási rend. Minden jót a viszontlátásra!